Általában az utóbbi időben számos fejlesztés és említésre méltó esemény történik. Ilyen például a helyi értékek megőrzésére alakult értéktárbizottság. Általában megalakult a helyi értéktárbizottság, Königné Nagy Magdolna az elnöke, illetve van még 4 tag, Csernébeles Alexandra, Csutorás László, Zelfeld György és Bodó Imre képviselik ezt a bizottságot. Az első alakuló ülésük már megvolt, és ennek keretében 15 értéket vettek fel az értéktárba. Például ilyen az Atalai Katolikus templom, illetve annak harangja. Aztán belekerült a Kristóf szobor, a Szent Háromság szobor, az Atalai női, illetve a férfi népviselet, és nagyon sok minden még ezen kívül, illetve az Atalai tükröspont is. Ezek közül 5-öt szeretnénk majd a megyei értéktárba felterjeszteni, úgyhogy nagyon-nagyon reméljük, hogy ennek majd foganatja is lesz. Nagyon szeretnénk folyamatosan bővíteni ezt az értéktárat, és azt gondolom, hogy a bizottság minden tagja ebben nagyon nagy partner lesz, úgyhogy folytatják a munkát. Most már vannak olyan tervek, olyan elgondolások, hogy mi lesz majd a következő ülésüknek az anyaga, úgyhogy most éppen ehhez gyűjtik azokat az értékeket, forrásokat, amikkel majd tudják bővíteni az értéktárat. A helyiek rekreációs sportolási lehetőségeit is bővíteni a település egy izomerősítő gép beszerzésével. Attól a település csatlakozott a Magyar Ergométer Szövetség programjához egy EFOP projekt erejéig. Igazából ez arról szól, hogy 4 hónapra ingyenes használatban hoznak 2 darab evezős ergométert, amit a lakók ingyen és bérmentve tudnak majd használni. Ezáltal is próbáljuk népszerűsíteni a településünkön a sportot, a sporthoz való kötődést, illetve már a gyerekek kiskorban a sportnak a megszeretetését és ennek a művelését a továbbiakban is, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy majd minél többen igénybe veszik ezt a szolgáltatást. A falukép is jelentősen meg fog változni a nyár végére a járdák felújítását, valamint a tavaszi fásítást követően. A Magyar Nemzeti Agrárkamara meghirdette idén a magyar településfásítási, illetve országfásítási programot. Attól a település 20-27 fát tudott igényelni, a maximális 30-ból. Ezek között van kőris, illetve platán, juhar, ezüsthárs és amerikai hárs. 5 helyszínre lesznek ezek a fák telepítve, óvoda, iskola elé, illetve a kultúrház elé, a temetőben is tervezünk egy nagyon szép platánsort, illetve az újonnan kialakuló családi park, illetve játszótér helyszínére is tervezünk faültetést. Ezek a fák a tavaszi ültetésre fognak megérkezni, úgyhogy nagyon várjuk már őket, és izgalommal várjuk, hogy letelepíthessük ezeket a fákat. Tavaly az önkormányzat a Magyar Falu programon belül nyert egy járdafelújítási pályázatot, melynek értéke 5 millió forint. Ezt az idén tervezzük a kivitelezését, augusztusban úgy néz ki, hogy neki is tudunk állni. Ez egy 675 négyzetméternyi területű járda. Igazából azt gondolom, hogy még 2 kisebb járda van a faluban, és aztán onnantól kezdve mindenhol felújított járdák várják a lakókat. A közmunkások is részt fognak venni ebben a feladatban, ebben a munkában a bontási részét ennek a történetnek ők fogják végezni, úgyhogy azt gondolom, hogy a falu ilyen szinten is kiveszi a részét abból, hogy elkészüljenek ezek a járdák. A második fél évben több kulturális programból válogathatnak majd a helyiek. Kezdődik hamarosan az angyaltábor, amelyre már leadták jelentkezésüket a gyerekek. Szeptember 12-ére tervezzük a falunapunkat, most már hagyományos falunapunkat. Már a programokat lefixáltuk, lebeszéltük, a szerződések megkötöttek, úgyhogy nagyon reméljük, hogy itt a pandémiás időszak ez nem fog keresztbe tenni ennek a programnak, és meg tudjuk szervezni ezt a falunapot. Októberre szervezünk egy vállalkozók válját. Ilyen még nem volt Atalában, úgyhogy ez talán egy hagyományteremtő bál lesz. Várjuk már listát, már elkészítettük róluk, úgyhogy mennénk fognak majd a meghívók, és nagyon sokat várunk. Aztán november 21-ére próbálunk szervezni majd egy böllérversenyt. Ez is korábban már hagyomány volt a faluban, aztán abban maradt és nem folytatták. Most megpróbáljuk újraéleszteni ezt a hagyományszintű programot, és hát erre is természetesen majd a csapatok jelentkezését várjuk. A településünk csatlakozott a kulturális napokhoz.
Ez abban teljesedik majd ki, hogy nyitva lesz szeptember 19-én, illetve 20-án a tájház mindenki előtt, úgyhogy látogatható lesz, és nagyon sok szeretettel várjuk azokat a látogatókat, akik Atala hagyományai és értékei iránt érdeklődnek. Mindenképpen jó dolognak tartom. Nagyon sokan szoktak jönni egyébként iskolából is, iskolás csoportok a tájházat megtekinteni, úgyhogy most a nagy közönség előtt is ezt megnyitjuk. Orosvári Nébosz Tünde elárulta nekünk, mire a legbüszkébb újdonsült polgármesterként. Legbüszkébb a településen, én megmondom őszintén, hogy az óvodára vagyok, ha már épületekben gondolkodunk, hiszen azt gondolom, hogy nagyon szép felújított és látványos óvoda van, és nagyon nagy népszerűségnek örvend, úgyhogy ez abból is adódik, hogy eddig 38 gyermek járt az óvodában, szeptembertől ez 42, illetve februártól 44 fő veszi majd igénybe az óvoda szolgáltatásait, hát ebből is látszik, hogy jó úton halad az óvoda. Atala, mint a Dombovárt Kaposvárral összekötő útszakasz egyik települése, nem szégyenkezhet az áthaladó autósok előtt. A rendezett utcakép, a megújuló közterületek mind-mind kellemes látványt nyújtanak.